következő kísérletben reakciósebesség koncentráció függését fogjuk megnézni. A reakciósebesség, tehát a reakció kivitelezése nátrium-tioszulfát és sósav oldatok segítségével történik. A nátrium-tioszulfát oldatokat beletöltöttük a kémcsőbe, és különböző koncentrációi sósav oldatokat fogunk hozzáadni. A nátrium-tioszulfát sósav hatására kén kiválás közben reagál. Kén kiválást, fehér zavarosodás, csapadékképződés, illetve sárga színű csapadék megjelenésével fogjuk észlelni. Mivel a reakciók időbeli eltérése nem túlságosan nagy, ezért ezt a kísérletet egyszerre három fő végzi. Gyerekek között akár reakciósebességi versenyt is rendezhetünk ebben az esetben. Akkor megkérem a segítségeimet, hogy egyszerre öntsük hozzá a nátrium-tioszulfát oldathoz a sósabb oldatot, és akkor számolok, jó, és mehet. Jó. 1, 2, 3. És hirtelen összerázzuk, és figyeljük meg, hogy mely kémcsőben indul változás. Szerintem letehetjük. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy melyik volt a töményebb, és melyik volt a hígabb. Látszik, hogy Edina győzött a versenyben, én a második helyet foglaltam el, és hát Adrienné nagyon lassan. Sárga színű kémkiválás megtörtént. Ebből megállapíthatjuk, hogy a legtöményebb oldat a bal kezem felől, és a leghígabb oldat pedig itt található.